Kedves vendégek, mindenkit nagy tisztelettel üdvözlök Püspök Szilágyon, a WEF-nek immár harmadik ülésén. Megpróbálok nagyon rövid lenni, hiszen felkészült előadók fogják segíteni, mindenféle technikával megerősítve a mai ülést. Néhány szót azért mondanák, mert van itt, aki mondanék, mert van itt néhány ember, aki Isten igazából még nem volt ezen az ülésen, de örülünk, hogy ilyen csodálatos szép számban meg tudtak jelenni, és úgy néz ki, hogy 8-9 települést is üdvözölhetek Püspök Szilágyon. A Life-ról már mindenki tájékozódott valamilyen szinten. Azt tudják, hogy 17-től Püspök Szilágy ugye egy Nicac című Life-ot projektpartnerként sikeresen levezényelt saját területén a belügyminisztérium gesztorságával. Ez befejeződött, fantasztikusan jó sikerült, hatalmas örömünkre. Beadásra került egy Logos, egy Life Logos Waters nevű újabb Life pályázat, amiben folyunk és ami miatt itt vagyunk. És hát Isten igazából, amíg a legtöbb modellezés elkészül, csodát fogjuk először látni. Az én bevezetőm után az fog következni, úgyhogy meg is kérem Ámon Gergely úr alatt, hogy nyugodtan készüljön elő, hogyha megvan az összeköttetés. Mindjárt a legújabb technika, polgármester lesz, lépcső volt, segítségünkre áll, és hát egybe Püspök Szilágyiaknak, de több település érintett lesz. Még egy örömhír van, hiszen ezek a live-ok, ami folyik és ami már lezajlott, onnan kezdődött, hogy a villámárvizek ellen, szerintem mindenki keresen ülőhelyet, mert az előadók hosszúk lesznek, hozunk még széket, hosszúak lesznek. Eljutottunk addig a pontig, és ez is egy örömhír az itt lévőknek, bár most nyilván a Logosról és arról, hogy a Nicac eredményeit és ezeket a szomszéd településekre is ki tudjuk terjeszteni, be tudjuk őket vonni, hiszen ezek a olcsó, egyszerű megoldások Isten igazából akkor működnek, hogyha minél több helyen történik meg, akkor tudják ugye ezeket a villámvizeket befolyásolni, és akkor tudják a vizet minél nagyobb területen helybe tartani. És zárszónak, de én itt leszek természetesen, minden kérdésre fogunk válaszolni. Van egy nagyon jó hírünk, ami egy órával ezelőtt érkezett. Püspök Szilágynak szándékában van a képviselői testület döntése alapján, most már a belügyminisztérium gesztorságon túl próbálkozunk és tanultunk rengeteget az előző években egy saját live projektnek a beadása is, ami hétfőn fog megtörténni. Ez több mint 300 oldal lesz angolul, viszont a MIT minisztériumnak megjött a döntése, ugye ezek a live pályázatok úgy állnak össze, hogy 55-60% uniós támogatás, 35% magyar önerő, amit szintén pályázat lehet pályázni, és még 5% marad a szegényeknek, ebbe is 6-8, és az 5%-ra is lehet pályázni. Na most az 5% is a Co-Klimátérnél, ez lesz az új neve, vannak ilyen szép neveink. Az is egy fantasztikus, mert a projektpartnerek kerültük 40 millió forint, és megjött a döntés, úgy néz ki, hogy az önerőt Püspök Szilágy és a következő pályázatunkban projekttagok, erre a támogatásra megkaptuk a pozitív döntést. Ez egy nagyon fantasztikus dolog. Tényleg röviden csak annyit, hogy az már gyakorlatilag a visszatartott víznek felhasználására, a takarékos vízgazdálkodásra, a rezsicsökkentésről szól az a pályázat, ami egy fantasztikusan jó pályázat lesz. De most még a Logosznál tartunk. És akkor megkérném Ámon Gergely urat, aki a lefolyás modellezést fogja csinálni a Püspök Szilágyon eredő Szilágyi és Gombáspatak felső vízgyűjtő részeire, hogy azt az új technikát, ugye a lefolyás modellezést, ami segíti, egyrészt ugye gyakorlatilag egy lidár technológiáról fog, és ennek a segítségével, ez egy nagyon drága dolog, viszont ez egy hatalmas segítség lesz, ugye van majdnem 3000 település Magyarországon, hogy olyan lefolyás modellek, hiszen nem tudjuk az egész országot, és nem tudnak mindenhol lidárt, lidártechnikát, de hasonló domb és hegyvidéken hasonló a települések, nagyon hasonló problémákkal küzdünk, és nekünk lesz egy olyan lefolyás modellünk, amint az összes többi település eljöhet, megnézhet, nyilvánvaló egyszerű módszerekkel át lehet vinni, vagy legalább el lehet kezdeni gondolkodni, hogy a saját helyi eszközökkel, a saját helyi tudással hogy lehet összefogva olyan megoldásokat, amik főleg akkor fogják a hatásokat gyakorolni, hogyha sok helyen történik ez a beavatkozás. Még egyszer mindenkit
üdvözlök, és akkor megkérem Ámon Jani urat. Szépen köszönöm a polgármesterről a felvezetést, Áron Gergely vagyok, Foszli Mérnöki Kft. Ügyvezető igazgatója. Mint ahogy elhangzott, jelen projekt keretei között ennek a két ominózus, illetve még a Galgagyőzők irányából érkező vízgyűjtőnek a numerikus lefolyás modellezéséről lesz szó. Ennek is, mivel itt rengeteg adat áll rendelkezésre a kicsit komplexebb rendszerével. A polgármester úr is már felvezetett az elején, illetve amit most én is el fogok mondani, a múltkori ülésen hasonlókat mondtam, a díjasornak egy része egyébként az lesz, tehát aki azt már látta, attól elnézést kérek, de ettől függetlenül azt kibővítettem némi új információval. Tehát a lényeg az, hogy ez egy úgynevezett kétdimenziós hidrodinamikai modell, ami készült ehhez. Ez be fogom majd mutatni a végén, hogyha lesz rá idő, meg a végén a kérdéseknél is a igény. Ez nyilván ugye ez egy nagy számítási igényi probléma, de ezeken az adott lehetőségekhez képest bármilyen településen, bármilyen vízütőre el lehet ezt végezni. Ezt majd be is fogom mutatni, tekintve, hogy Magyarországon azért ezek a vízgyűjtők, és különös tekintettel a villámárbeli veszélyes vízgyűjtők, ezek jobbára feltáratlanak. Ugye ez a feltáratlanság, ez hidrológiai értelemben azt jelenti, hogy jó, hogyha van egy régi topográfiai térkép, vagy mondjuk egy elérhető, ilyen nem túl jó felbontású lidar, amit például az Európai Ügynökségtől be lehet szerezni ingyen is. Ez teljesen jó arra, hogy vízgyűjtő szintű vizsgálatokat elvégezzünk. Tehát például azt megállapítsuk, hogy van egy területünk, milyen egy lakott területünk, és az a fölötti villámárvíz kialakulása hogy fog kinézni a település fölötti ponton. Tehát ennek elég komoly lehetőségei vannak. Nyilván ahhoz, hogyha már részletesebb beavatkozásokat akarunk csinálni, ahhoz már részletesebb adatmennyiségnek kell rendelkezésre állnia. Itt, amit most látunk, hát sajnos ezek a megjelenítések, ezek kivetítőn nem mindig szoktak a legjobban látszani. Most el is tűnt. Ez lenne a lidorunk itt, ami ugye Püspök Szilágy területe. Itt ezt csak azért vetítettem ki, hogy itt vannak ezek az ominózus röngáltak, amik épültek a településen. Ugye ezek is fontos szerephez fognak jutni a lefolyás modellezés szempontjából. Tehát az elején szerintem abból a szempontból egy picit átugrom, mert egyrészt ezt már többen hallották, másrészt ezt már elmondtam, hogy itt a jelenleg aktuális helyzet, klíma, illetve azon belül a hidrológiai ciklus, ami a klímán belül egy külön saját rendszer, ami a kettő egymást húzza, csillapítja, erősíti. Nem nagyon belemelve itt a tudományos részében, többször mutattam ezt az ábrát. Van az érmének egyik oldala, ami az éves vízmérleggel foglalkozik. Tehát, hogyha ezt települések nyelvére lefordítva azt, hogy éves szinten legyen ez akár egy tározóépítés, de lehet ez akár az is, hogy mondjuk a lakossági vízmegtakarítással, telkeken belül, ugye ez egy állandó akut probléma, hogy településeken, ugye a vizet egyszerűen kivezetik az útra, a csatornába, stb. És lakossággal nyilván ez egy költségvonzata, és ugye mostanában, ahogy megjelentek ezek az integrált települési vízgazdálkodási tervek, amik ezeket a topos pályázatokhoz is kapcsolódnak, ennek elvileg szerves részét kell, hogy képezzék olyanok is, amik ugye a hosszú távú havi csapadékokat látok, és az ominózus érme, amit említettem, egyik oldala az, hogyha előrejelzés szintén nézzük is a dolgot, gyakorlatilag éves és havi szinten egy csekély trendnövekedést tapasztalunk, ellenben azzal, amit a bőrünkön érzünk, hogy az
azért a nagy csapadékoknak a gyakorisága az elég rendesen megváltozott, és ezek a nagy csapadékok azért egy tendenciózus hozambeli növekedést mutatnak. Nyilván ez azért fontos, mert sokkal rövidebb idő alatt nagyobb hozamokat kapunk, amit egyszerűen lefordítunk egy tározó, tehát egy vízmegtartó bármilyen térfogatnak a nyelvére, akkor az azt jelenti, hogy rövidebb idő alatt több vizet kéne betározni, és ezt valamilyen módon hasznosítani, úgyhogy ez vízminőség szempontjából is rendben legyen, felhasználható legyen, stb. Stb. Ennek a lényege az, hogy ezek miatt, a növekmények miatt, ez a tervezőkre is más feladatot hárít. Tehát konkrétan az, hogy az eddigi vízépítés, vízgazdálkodási tervezések, ezek jobbára egy-egy statikus hozamra, tetőzővízhozamra, bármire történtek, egyre inkább el kell tolódnunk a dinamikus, tehát az időben változó folyamatok irányába, hogy egy település szempontjából is, amikor üzemeltetni kell egy ilyen rendszer, akkor lehetőleg ne túlépítés legyen, és a műszaki kritériumok mellett gazdaságossági kritériumok is megjelenjenek. Rövid csapadékoknál az OMS már ennek a feltárását, illetve azoknak a régi szabványoknak a felülvizsgálatát hát elkezdte részben megvalósította. Ez még a villámárvizekre vonatkozik leginkább, de a lényeg az, hogy a különböző kisebb-nagyobb csapadékoknál, ugye ezek a régi szabványértékeink, ez azt jelenti, hogy a csapadék intenzitása időegység alatt egységi felületre lehulló csapadék mennyiségünk hogy változik ugye az újabb és a régebbi tekintetében. Ez általánosan azt mutatja, hogy van azért egy elég komoly növekmény a csapadék mennyiségekben, ugye ez, amit most tapasztalunk, gyakorlatilag minden esemény vonatkozásában. Ugye ezek a százalékok, ezek azt jelentik, hogy ugye milyen növekményünk van, és az X-tengelyünkben ez a gyakoriság, ez pedig azt jelenti, hogy egy adott csapadék egy 100 éves terményosan nézve átlagosan hány alkalommal fordul elő. Tehát egy 10%-os csapadék eseményt veszünk alapul, arról azt mondhatjuk, hogy ez átlagosan 10 évente fordul elő, tehát így lehet kalkulálni vele. Ezek a görbék, ország, és a pontok függvényében eltérnek természetesen. Rátérve akkor a magára a projektre, hogy voltak előzetes modellek, amit a lefolyás modellezésnél felhasználtunk. Ez hosszú távú előrejelzés, vagy hosszú távú vizsgálatokhoz készült modell, amiben itt a néhány kalibrációs kulcsaság is van, de most nem akarok belemenni. Lényeg az, hogy ezzel szemben a hidrodinamikai modell, ami most elkészült, és hát sajnos alapul venni a meglévő hidrodinamikai modell részlegesen lehetett, mert az csak a vízfolyások környezetére terjedt ki. De a lényeg az, hogy egy esemény alapú, tehát esemény alapulat azt értjük, hogy egy adott csapadékesemény, vagy rövid idő alatt bekövetkező csapadékesemények hatásairól van szó. Ugye ez az ominózus említett vidar állomány, ami elkészült a projekt keretei között. Ez egy nagyon részletes, tehát ez nem csak a különböző lefolyás vizsgálatokhoz, hanem tervezéshez is gyakorlatilag már alkalmas, talán a terepi geodéziai felmérések maximumot jöhetnek még képbe, hogy amikor települési vízrendszerekkel foglalkozunk, és itt szeretnék kitérni egy gondolat erejéig, hogy erre lekeríthetőek ezek a vízgyűjtő területek, amik egy-egy adott pontra redukáltak, és amit polgármester úr is mondott, hogy gondolatébresztő, tehát az, hogy meghatározzunk egy adott vízgyűjtő területet megfelelő pontossággal, ahhoz nem feltétlenül van szükség ekkora felbontású lidaros állományra, ehhez korábbi térképek, akár ortofotók, régi katonai térképek is alkalmasak tudnak lenni, csak ez azt fogja tudni, hogy ezeket a rendszereket egy-egy egységként fogjuk úgy vizsgálni, hogy
valamilyen fizikai folyamat történik rajta, és teoretikusan nézve, hogyha itt van egy település, erre a pontra meg tudjuk mondani, hogy mi fog történni. Milyen árhullámokkal lehet számolni, stb. Ez ugye egy település élete szempontjából alapvetően a vízkár elhárítási részét jelenti a dolognak, tehát milyen elöntések várhatóak, vajon a települési vízelvezető rendszer az megfelelő kapacitása, stb. Stb. És ez gyakorlatilag ebben a projektben is egy első lépés, hogy az ilyen kisebb felbontásra, nagyobb felbontás felé haladunk, abban az értelemben, hogy ezt ismerjük és probléma van, akkor azt valamilyen ütemben kezelni kell, ahhoz célszerű ismernünk a vízgyűjtőnek a további nagyobb felbontású paramétereit, területhasználatát, talaj viszonyait, stb. Stb. Ugye település beruházások esetében nyilván ez egy olyan döntéspont, ahol a tervezőmérnökök, szakemberek, vízmérnökök tudnak segíteni abban, hogy mi az, ami még egy adott projekthez, adott igényhez gazdaságosan hozzátársítható, és ehhez milyen adatok előállítására, megrendelésére, stb. Lehet szükség. Ugye ezeknek, itt megint hangsúlyozva ezt az ominózus ITVT, ezek az integrált települési vízgazdálkodási terveket, amik bármelyik olyan település, akik már adott be ilyen pályázatot, tapasztalta, hogy ugye azt, hogyha valamit fel akarnak újítani, ugye vízkárelhárítási terv, víz, integrált település vízgazdálkodási tervet megkövetelnek, ami szintén szimuláció alapú. Tehát a most változó szabályozás szerint, ami egyébként tőlünk nyugatra keletre gyakorlatilag így működik, ez a szimulációkat, ezek a numerikus szimulációkat gyakorlatilag már elvárják ezekhez a projektekhez. Itt egy, tehát nyilván ugye nem lehet ezt mindenkinek a pénztárcájához gombolni, van arra lehetőség, hogy ugye ezek a település vízgazdálkodási tervek átadhatóak kell, hogy legyenek, tehát hogy egy önkormányzat birtokában legyen egy ilyennek, és nagyon fontos az, hogy mivel e körül még nincsen ugye a jogszabály, tehát ez az OVF-nek lesz majd a reszortja, de ezeknek a modelleknek fejleszthetőnek kell lenniük. Tehát az az egyszeri beruházás, amit egy ilyen elköt mondjuk egy település, az nem vész el, mert a továbbiakban megfelelő kezekben ez tovább fejleszthetővé válik. És onnan most nem akarok erre annyira nagyon kritérni, megvannak azok a modellezési lépések, hogy adott igények mentén, adott adat ellátottság függvényében hogyan lehet felépíteni ezeket a modellrendszereket, hogy ahhoz azokhoz az igényekhez megfelelő végállapotot kapjunk, és ennek megfelelően létre lehet hozni azokat a modelleket. Jelen esetben ez úgy nézett, hogy volt egy digitális felület modellünk, az amit a LIDAR állomány, tehát a lézerszkennelés során jött létre, tehát egy aktuális adat. Nyilván ugye amikor a víz lefolyásával beszélünk, hogy a talajnak a hatása sosem elhanyagolható, illetve a legnagyobb veszteséget az produkálja, ugye ez elkerülendő az adott esetben túlzó árhullámok megjelenését, ezt most már hozzá kell azért elég rendesen venni a dologhoz úgy, hogy ennek a területi eloszlása sem mindegy, hogy hogy néz ki. Tehát a korábbi analitikus vizsgálatokkal szemben erre egyébként egy ingyenesen hozzáférhető, hát azt lehet mondani, hogy kvázi megfelelő adat az MTA-ATK-nak, MTA-ATK-TAKI-nak a talajtani térképe, ami gyakorlatilag a műszaki tervezéshez tartalmaz megfelelő adatokat, hogy a lefolyás vizsgálatot megfelelően el lehessen végezni. És onnantól kezdve, hogy ez a bizonyos mért idősorok, ami a legproblémásabb szokott lenni, ugye itt Püspök Szilágyon a WWF jóvoltából egy monitoring rendszer rendelkezésre állt, ami az ország, ahogy mondtam, pláne villámár veszélyes vízgyűjtőkkel ez szinte soha nem áll rendelkezésre. Tehát ez némileg a műszaki tervezést annyiban nehezíti, hogy ott akkor már bejön az is, hogy egy olyan biztonsági határt kell megállapítani, amiben az eredmények elfogadhatóak. Ez adminisztráció nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy egy megbízó tervező üzemeltető
háromszögben, három oldalú tárgyalásban ezek rögzíthetőek, különböző műszaki paraméterek mentén, mert utána magát a tervezés nyilván azokra az úgynevezett modellcsapadékokra, tehát matematikai úton előállított csapadékképezte áramlámokra végezzük, amik adott esetben kisebb gyakoriságú eseményekhez tartoznak. Ez konkrétan azt jelenti, hogy jelenleg a magyarországi szabványok azt írják elő, de aki beruházási oldalon volt, már nyilván találkozott vele, hogy hidat, áterezt, bármit építünk, mindent bizonyos 1%-os, tehát 100 éves relatív gyakorisággal, tehát a 100 évente által egyszer előforduló eseménnyel szemben tervezünk és építünk, azon túl pedig mindig az aktuális terület érzékenysége dönti el azt, hogy milyen biztonsági tartalékot hagyunk mondjuk egy mederbe, meg tározóban, stb. Nyilván itt a vízkár elhárítás szempontjából alapvetően az emberélet és az épített környezet védelme jogszabály szerint is ugye prioritást élvez, és természetesen ez hozzájön a környezeti hatásnak, nem csak a vízhasznosításra gondolok, hanem a mezőgazdasági területek, illetve egyéb védett területeknek a védelme az adott víztárgyakkal szemben. Amit felhasználtunk a modellezés, az egyrésztről a monitoring méréseknek az eredményei, tehát itt ugye a mért csapadékok hatásának a szimulációi, ami azt jelentette, hát itt ezt a 2021. 7. hó 16. eseményt vettük alapul a kalibrációhoz, és ezt társítottunk hozzá különböző 1-10 és 50%-os relatív gyakoriságú eseményeket. Létrejött ebből egy hidrológiai modell, amit említettem, ahol egyszerűbb összefüggések írják le azt, hogy egy-egy adott vízgyűjtőn mi történik. Ugye ez nem ignorálja a telepi tulajdonságokat, viszont ennek nincs meg az a tulajdonsága, hogy itt akkor adott pontokat külön tudunk vizsgálni. Viszont ez abból a szempontból jó, hogy egyrészt gyorsan tudunk hosszú idősorokat, adatokat vizsgálni, és a vízhasznosítást, illetve a vízgyűjtők alsó szelvényére vonatkoztatott idősorokat hamar ki lehet gyerni belőle. Ennek a hozadéka az volt, hogy nyilvánvalóan ez egy kifolyási pontra fog megfelelő eredményt adni, tehát látható az, hogy a monitoring rendszer által hozott eredménnyel ez nem fog nem fog megfelelően korrelálni, viszont a vízgyűjtőn a kifolyási teremére ebben az esetben ez nem teljesen releváns, hogy az alsó tározót érint, tehát az a tározóüzemében fontos, ott már egy kicsit másabb eredményt fog mutatni, ami a valósághoz közelébb, ezért van ugye szükség arra, ez meg a modellcsapadékoknak az eredményei, erre is mindjárt rátérek, az előző az annyi tartozik hozzá, hogy nyilván ott az a monitoring tevékenység által generált eredmények nem figyelembe vehetőek, de az alsó ponton találkozni fog, illetve látható itt az, hogy a modellcsapadékok esetében megint csak a vízgyűjtőben, megint csak a szilágykatak alsó szelvényében látható az, hogy visszamegyek itt egy néhány ábrázatra. Látható az, hogy csapadék mennyiség tekintetében, hogy amikor elérjük az időben, hogy hol mekkora csapadék érkezik 50-10 és 1%-os esetekben, látszik az, hogy az 1% és 10% között nem 10-szeres különbség lesz, viszont az elég jól látható, hogy a végeredmények tekintetében igen markáns eltérések vannak az 1%, a 10 és az 50% között. Ez az elég nagy ugrás, ez egyszerűen abból adódik, hogy nyilván egy vízgyűjtő másképp fog viselkedni különböző
terhelések hatására. Ez azt jelenti, hogy nyilván amikor megérkezik egy vízmennyiség, egy csapadékmennyiség, ez elindul a maga útján lefelé gravitáció hatására, és ennek ugye vesztesége villámárvizek esetében a talaj képez. Na most ez nyilván egy lassabb folyamat, ami az intenzitás, tehát ahogy a csapadék intenzitásunk nő, úgy fog nőni a felszíni lefolyásunknak is az aránya. Egyszerűen azért, mert a talajnak a hatása jóval lassabban épül fel, ennél fogva nem a növényzetnek, a beszivárgásnak, stb. A visszatartó hatása, akár ugyanazon időtartamhoz tartozó, de kisebb intenzitású csapadékoknál, az alsó szelvényekben adott esetben jóval kisebb tetőzést fog produkálni. Ugye innen van az a villámárvíz hatás, amivel találkozunk, hogy ezek az intenzitások megnőttek, ennek okán a lefolyási hányadunk is változott. Ennek emiatt vezettük be, hogy a részletes vizsgálatokhoz, ez egy kivonat a modellből az oldaltározó környezetében, tehát az, amikor már részletesen a lidarra ráfektetett számítási rácshálóval végezzük el pontról-pontra a vizsgálatot, természetesen ennek nagyságrendekkel nagyobb számítási igénye van, tehát innen egy masszív esemény alapú vizsgálatokra van mód, viszont ezekből a modellekből részletesen kinyerhető az, hogy milyen ponton, milyen problémával lehet dolgozni. Ez gyakorlatilag az az elöntési kép, ami egyrészt ugye a modellből származik, ez most ebben az esetben a 100 éves csapadék levonulásának a végén, illetve a modell szimulációknak teljes, ez ebben az esetben mind a három, tehát a Szilágyi, a Gombás, illetve a Györki vízgyűjtőn vett teljes elöntés térkép. Ugye ez most itt nyilván nem, tehát a rendszerből, illetve a modellek, illetve az egész modell ledokumentálása, illetve a szerződés szerinti átadása után, ezek ugye nyomon követhetőek lesznek, hogy itt gyakorlatilag minden pontban a modell időtartományon mikor, mekkora víz alakul ki. És ugye kiragadva azt a pontot, ami ugye itt az oldalszilágy vízgyűjtőn az oldaltározók mentén van, ugye amire a WWF monitoring adatai is adtak eredményeket. Megint csak ezt az ominózus 2021. 7. havi eseményt vizsgálva, itt amit kiragadtam belőle, az az, hogy és itt szeretnék, amit az elején mutattam, ugye a röntgátoknak a hatását némileg számléltetni. Ez az oldaltározó fölötti modellből, fölötti szelvényben a modellből kivett eredmények, abban az esetben, amikor nincsenek röntgátjaink. Ennek azért volt jelentősége, mert amikor a monitoring adatokat dolgoztam föl, ugye az, hogy itt alakult ki egy árhullámcsúcs, ez nincs teljes összhangban azzal, amit a önmagában úgymond pucér vízgyűjtőn az összegyülekezési idő, tehát hogy mennyi idő alatt éri az árhullámcsúcsot, indukálna. Annak olyan körülbelül a csapadék eseménytől ez képest két órával később kéne bekövetkeznie, ezzel szemben ugye jóval később következik be a röntgátok hatására. Ez nyilván már egy komoly csillapítást jelent időben, tehát itt a adott esetben hát nyilván nagyobb vízkárnál a különböző felkészülési időben is ez nagyon sokat jelent, és látható az, hogy a röntgátok nélkül szimulált modellünkben az összegyülekezés az a várt időpontban következik be, és látszik az is, hogy nagyjából ezt a vízhozamot a felére csökkenti. Ugye ez modellezés szempontjából, illetve a röntgátok hatása miatt nagyon fontos, és majd a dokumentációban ugye ez lesz kiélezve, hogy vannak azok a szélső események, ez most ebben az esetben itt az alsó tározónál megjelenő vízhozamot,
20-20-20 idősor egy adott szelvényben, ami viszont azt mutatja, hogy az 1-10 és 50 százalékos esetben, ugye akkor nyilvánvalóan ezek a modell csapadékok, ezek jóval intenzívebbek, mint amit a 2021-es évben mérni lehetett, és ezek a dokumentációban rendesen kéreztek fejt, vagy a röngátak hatása ezekkel a villámárvizekkel szemben, hogy viselkedik, nem zsárbamacska, de leginkább ugye egy időbeli késleltető hatása lesz ezeknek a létesítményeknek, de mindenképpen az egész település árvízbiztonságát a felső területen ezt azért szavatolni fogja. A Gombás patakon hasonlóan ugye megjelennek ezek az eltérések, nem szeretném magamat ismételni, ugye itt a különböző gyakoriságok tekintetében, ahogy ez a győrki vízgyűjtőn is megjelenik. Itt ugye még egy... Oké. Szóval, itt még egyetlen egy olyan paraméter, ami a monitoring rendszernek akár a további életére is hatással lehet, hogy ugye itt, amit látunk, ezek a talajparamétereknek, a különböző talajtípusok vízátlenesztő képességének az elosztását mutatja. Látható, hogy azért ennek a felbontása az nem annyira jó. Viszont továbbiakban fölhatározó üzemeltetési szempontjából ugye ezeknek, a monitoring helyeknek, főleg az ilyen adatok, mert az MTA-tak is ugye ezeket folyamatosan fejleszti, tehát azért minden ilyen input adatnak, ami innen bejöhet, ennek van létjogosultsága. Emellett talán már vagy polgármester úrnak már említettem, de ezt az egész vízgyűjtő rendszer, ezt nem tervezőként, hanem mint egyetemi emberként bevittük a Nemzeti Vízgazdálkodási Laboratóriumnak a keretei közé, ahol ezt tudományosabb részét is szeretnénk a dolognak vizsgálni, aminek ez például szerves része, hogy a veszteségek meghatározása az hogyan, milyen mértékben tud történni. Ugye még ezt már múltkor elmondtam, és ugye a mai fórum az legjobb tudomásom szerint részben erről is fog szólni, hogy mikre, milyen igények merülnek még föl azzal kapcsolatban, hogy a vízgyűjtő további beavatkozás, ami... Darázs. Agresszív. Nem, azért valami nagyon dédnek néz ki. Szóval ezek az ominózus beavatkozási helyek, ezek mind egyébként úgy kerültek kijelölésre, ezt már a tervező kollégáktól kaptam, hogy gyakorlatilag a szilárd vízgyűjtőn megjelenő beavatkozási terület, hát sajnos ezek a képek, amik kivetítve nem nagyon szoktak látszani, de azért látszik az, hogy itt egy ilyen markánsabb elöntési terület alakul ki a villámárvizek kapcsán, aminek a mélysége, tehát lokális mélysége itt azért jelentősebb, mint a környező területeken, tehát ez egy optimális beavatkozási pont. Ugye a felső vízgyűjtőn, ugye pont a Röngátak közelében ezek a további beavatkozások szintén a lefolyás modell alapján kérnek, hogy jól deklarálható fontok. Ezeknek mind az a lényege, hogy lehetőleg minél kevesebb műszaki beavatkozást kelljen fogalmatosítani, tehát magát a beruházási költséget azt csökkenteni lehessen, kihasználva egyszerűen a vízütő geometriai adottságai, és ennek megfelelően már lehet többet funkciót hozzárendelni. Ugye ez gyakorlatilag megjelenik a Gombás, illetve a Györki vízgyűjtőn is. Ugye itt ezeknek múltkori összejövetelen ez elhangzott, ugye, és ugye meg most, hát most újra egy virágkorát éri, tehát ez az adjuk vissza a vízfolyásnak a területét, adjuk vissza az áltereket elven működő tervezési programok. Ezeknek ugye van létjogosultsága, és ezek a részletes lefolyás modellek arra adnak egy nagyon megoldás, hogy ezt pontosan lehessen vizsgálni, hogyha valami területet kijelölünk,
akkor annak mekkora hányada, ami viszonylag gazdaságosan megvalósítható, illetve ha valamilyen beavatkozásuk van, annak milyen kiterjedése lesz. Nyilván ugye a magántulajdon védelme, itt a magántulajdon védelme nem csak azt értem, hogy adott esetben telekvár területvásárlásra, urambocsák kisajátításra van szükség, hanem egyszerűen az is, hogy hogyan lehet szavatolni a környező lakott terület, környező magántulajdonok, lakóingatlanok, stb. Biztonságát annak fényében, hogy mellette akár vízvisszatartással javítjuk a település vízfelhasználási, vízhasznosítási lehetőségeit, továbbá a talajvíz viszonyokat is szintén javítjuk, nyilván az ilyen vízgyűjtők esetében lokálisan. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna mondani, és hogyha annyit szeretnék még gyorsan megmutatni, bocsánat, hogy egy hátat fordítok, hogy ez a felületen hogy néz ki az az egész történet. Tehát tulajdonképpen, amivel dolgunk van, az egy, most próbálok egy markánsabb eseményt keresni. Tehát egy dinamikus, időben változó folyamatot tudunk ezeken a modelleken nyomon követni. És itt, ha már itt vagyunk Püspök Szilágyon, akkor a Szilágy vízgyűjtőjét fogom mutatni egy markáns, 1%-os, tehát 100 éves relatív gyakoriságú árhullámmal. Bocsánat, csak ez egy távoli gépen van, és kis késéssel reagál. Tehát ugye itt felismerhető az oldaltározónk, az alsótározónk, illetve úgy egész szépen a vízgyűjtő területünk. Most itt nyilván ebből bármilyen adat kijelhető, tehát a sebességek eloszlásától kezdve a különböző erőhatások, tehát ez nyilván ugye azt jelenteni, hogy az eróziós hatások is előrejelezhetőek, nyomon követhetőek, de egyáltalán, hogyha csak úgy nézzük a csapadék hatására, a kialakuló elöntések és a kialakuló vízmélységek egészen pontosan nyomon követhetőek, hogy időben a vízgyűjtő egy adott pontján hogyan oszlanak el. Sajnos megint ezek kivetítve, ezek a szimulációk nem a legjobban látszanak, de remélem, hogy azért amennyire lehet reprezentatív volt a dolog. Itt természetesen ez végül az alsó tározó feltöltését irányoztuk elő a modellben, tehát gyakorlatilag itt bárhol le tudunk szedni olyan pontokat, ahol sebességelosztást, vízmélységet abszolút is relatív értelemben, feszültség, tehát súrlódásból adódó hatásokat, beszivárgást, stb. Elő tudunk állítani, gyakorlatilag minden beruházási igényhez igazítva. Nagyon szépen köszönöm. Tehát Ámon Gergely úr csinálja a lefolyásmodellt a Logoszba, és ennek ott lesz hatalmas jelentősége, amikor elkészül és megvesszük, hogy a Püspök Szilágyon lévő vízgyűjtő koordinátor, a klímareferens le tudnak ülni, illetve a más településeken is, és ezt a modellt tudják használni, ezeknek az elemeit. Tudom, hogy nem mindenkinek, például Galga György, de majd visszakérjük, hogy ez a putri melyik része és hol lehetne, hogy lehetne, és településenként is meg lehet ezt nézni. Az a jó hír van, hogy akik már korábban bekapcsolódtak, és például Vázlukán, Pencen, de úgy tudom Kosdon is, sőt Váckisújfalon is, már a lakosságnak, a civileknek is vannak elképzelései, vannak ötletei, ami ugye a hétfa fog segíteni. És hát hiánypótolok, elnézést, de én reggeltől aszfaltozok, és nagyon elszaladtam az elején. Külön meg kell ugye a hétfa mellett, hogy köszönjem a WWF Magyarországnak, a Belügyminisztérium önkormányzati irodának, hogy jelen vannak, és itt vannak a szakértők, a mérnök kamarától, több más helyről, egyetemről is, Nyugat-Balkántól, tehát itt számos szakértő is ül közöttünk, akik segíteni fogják ezt a munkát. Tehát amikor azok a projektetletek, amit a hétfa be fog mutatni, hogy
ilyen lapokon összegyűjtjük a 9 településnek a lakóitól, gazdálkodóitól, civil szervezeteitől, önkormányzatoktól, magánerdőgazdálkodóktól. Segíteni fognak ezek a szakemberek, és például ez a lefolyás modell hatalmasat fog segíteni, hogy az optimális beavatkozási pontok kijöjjenek, és nyilvánvaló utána jön az egyeztetés, ami nagyon nehéz Magyarországon, tulajdonossal, vízkezelővel, szomszédokkal megnézni, hogy van-e reális lehetőség, és hogy látni lehessen, most ebben a napirendi pontnál én kezdeném, ami új, és nagyon köszönjük, de itt marad Ámon úr, és segíteni fog nekünk, hogyha kell. Ez pedig a projektnek az a része, hogy nem elég, hogy ilyen szakmai grénium, hanem külföldi tanulmányutakon is részt vettünk, és az nagyon jó egy live-ba, hogy 4-5 éves, hogy a külföldi tanulmányutakon, amit ott szerzünk, és nem csak a műszaki megoldások, de természetesen azok is, hanem az ottani megoldások a lakosságnak, civileknek, gazdálkodóknak a meggyőzése. Az, hogy hogyan lehet a társadalmat bevonni ebbe a témába, hogy hogyan lehet tényleg olcsón és hatékonyan dolgozni, hát ha ezt már valahol folytatják és kitalálták, azt nekünk is meg kell tanulni, el kell sajátítani. Kurdi Ferenc polgármester úr, Kozsdi kollégám fogja még, de én megpróbálom most önöknek az angol tapasztalatokat elmondani, illetve hát az előző években is volt számtalan, későbbi előadásoknál is fog. Ugye mi hegy-dombvidéken vagyunk, az alföldi területekre máshol, de hegy-dombvidék és Angliában is olyan részt néztünk meg, ami hegy-dombvidéki volt. A műszaki megoldások ott engem olyan szinten ismert volt, láttam. Nagyon pici megoldás, képzeljétek el, 740 helyen avatkoztak be, kvázi egy nagy projektbe. Tehát ez egy gigaszám, viszont az angoloknál nagyon pici beavatkozások voltak, ahol nagyon egyszerű, pici beavatkozásokkal, akár egy-egy hatalmas farönkkel, kis terepalakítással, visszatartással, tehát erdei réten, erdőhöz tartozó réten, viszonylag egyszerű szintezésekkel, és pont mondták az angolok, hogy ők nem olyan gazdagok, ugye már náluk nincsen Life meg Unió, mert ők kiléptek, tehát a monitorrendszer, de mérnökek voltak, és ami engem legjobban megragadott Angliában, a lakosságnak, a gazdálkodóknak a meggyőzése, amire 4-5 évet is rászántak kvázi. Ez azt jelenti, ha rászántak, hogy volt ott is egy klímareferens, vagy vízgyűjtő koordinátor, akit a térség alkalmazott, és ő az adott vízgyűjtőn terep ismerettel 4-5 évig járta, miután nálunk is az a helyzet, mint ahogy Ámon úr is mondta, hogy ezek a villámárvizek, ezek a gondok pontosan a települések és az erdők között. Ugye Magyarországon is a nagy erdőtömbök állami kezelésben vannak, az egy másnap későbbi előadásba fog jönni, viszont a falu és az erdő, falu és a hegy között általában erdőbirtokosságok, magántulajdonú földek vannak. Jó esetben a vízfolyások egy része visszakerült az önkormányzat kezelésébe tulajdonába, miután általában az állami vízgazdálkodók, visszabályzók, majdnem azt mondom csak a településig, a település fölötti rész már nem volt olyan szinten kezelt, és amíg nem voltak ezek a nagy villámárvizek, addig nem is voltak ott óriási problémák. Most tényleg előfordul, hogy olyan érmek patakocska, amit majdnem csak a mesekönyvekben, történelmi könyvekben olvasunk, abból folyó lesz. Hatalmas rombolást csinál, és nem az van, mint 100 évenként volt, hanem az most elég gyorsan előfordul, elég sűrűn. Itt viszont elvileg a vízgazdálkodó, még magántulajdonnál is az önkormányzat, ugyanis nincs más. És ezek azok a pontok, ahol ezek a beavatkozások lehetségesek, ezt az angolok is megtalálták, viszonylag kisebb területeken, hatalmas giga állami beruházásoktól eltekintettek, megnézték azt, hogy mit lehet a lakosság bevonásával elérni. Nagyon fontos volt az, ugye, hogy sok esetben azok a magánerdőgazdálkodók, magántulajdonosok, akik kilométerekkel, de van, hogy 2-3 faluval följebb vannak, ott kell is igazából beavatkozni és védekezni, hogy alul ne legyen kár és ne ússzanak. Viszont az angoloknál ez, rászántak rengeteg időt, nagyon jól működött, mert hát a hegytetőn, aki mellett éppen egy cölöbgátat, egy röngát, egy boronát, dongagátat, vagy valamilyen pici beavatkozást csinálnak, annak a házát soha nem fogja vinni a víz. A legelője mindig lesz, bár egy dongagát, mert valószínűleg üdébb lesz a legelő, jobb lesz rajta a fű, jobban nőnek a fák, de ezt végre kell hajtani, és az angoloknál ez úgy tetszett. Tehát jól fogták meg, és az angol emberekben volt egy összetartás, és hát ott is méréseket meglepődtünk, tehát ott is hoztak ki számokat, hoztak ki méréseket,
és elnézést, de nem használtak ilyen szintű LIDAR rendszert és tudományos dolgokat, mert azt mondta az angol, hogy neki erre nincs pénze. Hát Magyarországon se lesz pénz nyilván 3000 településnél, viszont hogyha tényleg egy olyan modellrendszert, lefolyásmodellt tudunk, amit el tud jönni polgármesterek, gazdálkodók, civil szervezetek megnézni, és ez alapján a már hozzáér rendszereknél, és ezt a módszert is megtudjuk, hogy hogy fogjuk tudni azt eldönteni, hogy a hegyen följebb lévő települések, gazdálkodók beavatkozzanak összefogással, egyszerűen, olcsón, és ezeket a rendszereket fenntartsák azért, hogy helyben maradjon a víz, amit most senkinek nem kell bemutatni, hogy mekkora kincs, hogy azt fel is használjuk helybe, mert hát látjuk, a rezsivel baj van, az energiával baj van. Gyakorlatilag bármilyen modernek vagyunk, és most már mindenkinek professzionális telefonja van. Azt a részt, amit vissza lehet, hogy ezek a hegyvidéki települések önellátóak voltak, önfenntartóak voltak nagyon nagy részben, és majdnem csak a plusz megtermelt áru csere alapot azon fejlesztettek, de helyben megvolt a víz, az energia, az élelmiszer, stb. Ebből amennyit csak lehet, vissza kell hódítani, és ez is hozzátartozik a klíma alkalmazkodáshoz, ez is hozzátartozik a víz megtartáshoz, és az mellett hát használjuk fel azt a vizet, ami rombolna. Én az angol tanulmányi útról csak ennyit szerettem volna mondani, és megkérem Kurdi kollégát, hogy mondja el ő is, hogy neki milyen tapasztalatai vannak. Engem Angliában ennyi ragadott meg, nem a műszaki tartalom, hanem a hozzáállás. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Mondhatnám azt, hogy igen, Sándor igazad volt, gyakorlatilag ez történt, és sokat hozzátenni nem lehet, bár pár dolgot kiegészítenék itt a polgármester úr által elmondottak mellett, vagy hez. Először is azt szeretném elmondani, amit nem győzök hangsúlyozni, hogy minden egyes ilyen tanulmányi útnak a megszervezését nagyon nagy tisztelettel köszönjük azoknak, akik ebben részt vesznek, hiszen minden önkormányzatnak, akiknek lehetőségük van egy ilyenhez, egy ilyen úthoz csatlakozni, ez nagy segítség, hogy egy kicsit kizökkentsék abból az állapotból, amiben vélemény szerint vannak, és ez ránk jellemzően inkább ilyen mentális letaglózott állapot, amikor azon gondolkodunk, hogy egy-egy ilyen korunkat sújtó problémát hogyan is lehet önkormányzati szinten jól megoldani, és ebben valami kiutat mutatnak ezek az utak. Ez a, azt hiszem, Stroud völgyében jártunk, vagy annak a vízgyűjtő területén jártunk, Stroud városában, ahol, vagy annak a környékén, ahol ezeket a beavatkozásokat nézhettük meg, egy gyönyörű terület volt. Ami meglepett, az az, hogy azok a jelek, amiket mi már jó ideje érzünk itt a településeinkkel, vagy az országban szinte mindenhol, azok már jelentkeztek ott is, ezek a környezeti hatások. Igaz, hál' Istennek esővel nem találkoztunk, vagy villámárvízzel, amit meg tudtunk volna nézni, hogy itt, hogy ezek a vízmegtartó vagy csillapító rendszerek hogyan működnek, hogy hogyan sikerült az ottani beavatkozások, de a szárazságot azt nagyon-nagyon jól láthattuk ott is. Irgalmatlan forróság volt, hát a helyiek szerint is elképesztően nagy asszály sújtotta akkor ezeket a területeket. És azok a beavatkozások, amiket ők elvégeztek, azt gondolom, hogy az itteni léptékben, itt egy szemmel nekünk polgármestereknek egy viszonylag könnyen kivitelezhető beavatkozásoknak tűnhetnek, hogy ezeket a problémákat valahogy kompenzáljuk az elkövetkezendő években. Ami nagyon sokszor felmerült itt a terepek bejárása kapcsán, több vízvisszatartó területet néztünk meg, az, hogy mégis erre kiadott engedélyt. Tehát amikor kimentünk, akkor az első között volt az a kérdés, hogy erre volt engedély, voltak-e tervek, és ugye ez aztán, amikor az ember az útra visszagondol, rengetegszer felsejlik az emberben, amikor nézi itt az ügyvezető úr által is bemutatott problémákat, vagy próbál azon agyalni, hogy aztán majd, hogyha kezünkben vannak hasonló anyagok, ezt hogyan fogjuk tudni mi kezelni, hiszen picit mi még ott tartunk, hogy kötöttek vagyunk ilyen jogi oldalról,
Mi azt láttuk kint, hogy ezt ők tiszteletben tartják ugyan, hogy egy-egy vízgyűjtő területre vonatkozóan milyen jogszabályi előírások vannak, hogyan kezeljék, tartsák tisztán, hogy elkerüljék a nagy árvizeket. De aztán az észszerűség győzött náluk is, és ez már egy picit előrébb jár, mert hogy területre kiírve, terepre kimenve, ugye átbeszélik, szakemberek átbeszélik, hogy milyen beavatkozásokat kellene elvégezniük ahhoz, hogy hasznára váljon annak a környéknek, legyen ez állandó vízfolyás, legyen ez időszakosan vízzel elöntött terület, és ezt egészen jól tudják aztán végül beépíteni a saját kis világukba. Nagy víztározókat, egyéb dolgokat nem láttunk, tehát ezek nem voltak, csak olyan területeken jártunk, ahol ezeket a kisléptékű beavatkozásokat láthattuk. És azt mondom, hogy amit láttunk, mert ugye láttuk az előzményeket is, és láttuk a változást is, nagyon szembeütő volt. Pozitív értelemben természetesen, és itt miután ezt átbeszélgettük esténként, ugye volt a polgármesterekkel lehetőség egy kicsit erről beszélni. Sokszor szembe jött az a kérdés, hogy de mi miért nem tudjuk elkezdeni saját magunk azokat a lépéseket megtenni, amivel a saját környezetünket így pozitívan befolyásolhatjuk, hiszen ehhez nem kell nagy szakértelem, de kell. Tehát én azt mondom, hogy lehet így is, hogy a polgármester úr előbb mondta, hogy szakembernek mondott személy egy területre kimenve elmondja, hogy milyen beavatkozások lehetségesek, hogy pozitív változásokat idézhessünk elő. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez jól működjön, hogy ez később ne forduljon visszájára, mindenképp szükségesek az előzetes felmérések. Ezekből mi nem sokat láttunk ott. Tehát ez meglepett, viszont minden más, ami szintén előbb került szóba, ez pozitív élmény volt. Egyrészt ugye a közösségeknek a hozzáállása, tehát ez alkalmazzák és használják ezt a Gerard Hardin féle példázatot, ugye talán sokan hallottak róla. Itt a Közlegelők tragédiai című cikket írta, fogalmazta meg valamikor 1960-as évek végén, amiből aztán ők egy egészen jó kis légkört tudtak kialakítani, tehát teljesen jól megfér a modern közlekedés, a sport, a tehén legeltetés és a legelő fenntartása és a kosborok védelme és minden úgy együtt, valahogy ezt egészen jól tudják működtetni, amellett, hogy természetesen a problémákra is rákoncentrálnak, és ezeket a beavatkozásokat elvégzik. Bár ugye ezt említetted, hogy nincs rá pénzük, hát ott a számokat hallva azért nagyon szép számok kerekedtek ki azokból a projektekből. Nem tudom, hogy itt a településeknek mikor lesz annyi pénzük arra, hogy ezeket a kisléptékű beavatkozásokat ilyen költség mellett elvégezzék. Valószínű, hogy mások a kivitelezési ártételek is Angliában, mint Magyarországon. De működtek. Végezetül azt tudom elmondani a mi kis világunkra levetítve ezt az egész tanulmányi utat, hogy én még egy picit távolinak érzem azt, hogy nagyon komoly beavatkozásokat, még a kisléptékű beavatkozásokra is beszélünk, tudjunk elvégezni a településen. Bár polgármester úrnak sokat köszönhetünk, hiszen nagyon aktívan csinálja és húzza itt a környéket magával, a polgármestereket, a településeket, hogy eredménye legyen annak a munkának, amit hosszú évek alatt itt a WWF, a Belügyminisztérium a pályázatokkal összetudott hozni, összetudott rakni, és bízom benne, hogy ennek a munkának meg is lesz később az eredménye. De ezt az egész jogszabályi környezetet, ami jelen pillanatban még minket sújt, vagy visszafog, ennek a megzabolázását én még ezen még nem látok
fogódzót, hogy ezt hogy tudnánk. Hogy tudnánk, hát hogy is mondjam, áthárni. Hogy fogalmazzak finoman? Jó, tehát én nagyon örültem, hogy részt vettünk ezen, bízom benne, hogy a következő tanulmányunk is hasonló jó példákkal fog szolgálni, és akkor átadom a polgármester úrnak a szót. Tehát a labda igen magasan pattog. Az angoloknál úgy láttuk, hogy ez a 730 beavatkozás, volt benne azért angol logika, mert ezeken a kis beavatkozásokon Isten igazából az a lényeg, hogyha 3-4-5 helyen meglépi a folyó, fölkapja azt a pici röngátat, lelöki azt a kicsi cölöpgátat, ugye rengeteg van mögötte, tehát nem történik olyan nagy baj. Viszont az, hogy szakember szabályozza, ezek nyilván legyenek tartva, és a méretezés, elnézést, ugye a Mekkelek az ugye állítólag egy magyar szakember, egy mély szurdokvölgyben nagyon könnyen, idézőjelben könnyen 2-3 ezer köbméter vizet is vissza lehet tartani, csak amikor az átszakad és ne adj Isten végig söpör a falun, vagy az is belefér akár, hogy egy árvízcsúcsnak a tetejére, mert most olyan gyorsan még az ráadódik, akkor komoly kárt. És akkor a labda azért pattog, mert a végére hagytam a csimboraszót, hogy itt a szakma, itt a hatóság is. Tisztelettel üdvözlöm és megkérem Táncosné Elefánti Mónikát a Ködivízig részéről, tehát a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, de az OVF-et is akár képviselve, hogy mondja el, hogy ő mit látott Angliába, lett hozzá vetített anyag is, és egy picit a hatósági oldalról ezekbe a live projektekbe gyakorlatilag tényleg azt lehet mondani, hogy a mérnök kamarától, a hatóságokig, a BM-től, az OVF-ig, a Ködivízigig mindenki nagyon-nagyon segítőkészen, és nagyon sokat összedolgozunk, de mint mondtam, miután nálunk is azért nem annyira sok pénz van, tehát itt nem több százas beavatkozások, csak 1-2 tucat lesz a végén. Meg kell nézni, hogy lehet ezt szabályosan csinálni, jól csinálni, helyesen csinálni, milyen kötelezettségek vannak, és hogy hát mit lát a szakma ebből. Azt tudnivaló, hogy a MICAC is úgy zárult, és a Logos Waters is úgy fog, hogy össz a szakma, az önkormányzatok, főleg a BM önkormányzati iroda, kvázi törvényjavaslatot tesz, amire lesz a kormány felé, hogy hogy kéne ezt a vízmegtartást, ezt a vízszabályozást, hogy kéne egy kicsit átgondolni, átszabályozni, és hát akkor elkészül a PPT, és most lássuk egy picit a hatósági oldalt, és hogy a szakma is mit látott ott Angliában. Hát én is üdvözlök mindenkit, Táncos Elefánti Mónika vagyok, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság vízrendezési és ötezési osztályán dolgozom, dombvidéki vízrendezéssel foglalkozom. Hát a feladatom az lett volna, hogy az angliai tanulmányutat bemutassam, de már kettőn bemutatták, úgyhogy ezt vannak diák, amiket inkább csak kifölgetnék. Az első diány, ugye azt mutatom be, hogy az igazgatóságunk hogyan kapcsolódik ez a Logos projekthez. Ugye mi működési területtel vagyunk leginkább érintettek, ott az a kék foltak, ez a nagy egész a működési területünk, és azok a kék foltak ott a Szilágyi és a Gombás Patagnak a vízgyűjtői, próbáltuk egy lehatárolni, erre vonatkozóan, mint a projekt érintő. Ugye ez a Logos projekt igazgatóságunk vagyunk kezelésében lévő kisvízfolyás nem érint, és úgy kapcsolódunk ide, hogy tagjai vagyunk az integrált támogató tanácsnak, és négy munkacsoportban is részt veszünk. Hát ez már így elhangzott, hogy hol volt, mikor volt. Ugye ez a Strádváros, ez Dombvidéken helyezkedik el, Fróm folyónak a vízgyűjtőjé, és ugye a villámvizeket az ellen védekezett, hogy azt vizsgálták, azt valósították meg, hogy ezeket az árvíz védekezést, kezelést természetes visszatartási módszerekkel lehet kezelni, üzemeltetni. Ugye fő szempont nem a víz elvezetése volt, hanem a víz visszatartása, a lefolyása, a sítás. Hát ezek ennek az árvíz kezelésnek a működési alapelvei, az a lefolyáslassítás volt ugye, az, hogy olyan helyen voltak, okoznak esetleg elütéseket ezek a művek, ezek a rőzse, vagy hát röngátok voltak ott, meg ugye a mederben berakva, így hosszában is.
másik mindenféle fatuskóvírus, amik egyébként lehet, hogy így a való életben is előfordulnak, csak nem nevezzük őket így projektnek. Tehát ezeket néztük meg, és hogy ezeknek az összeadott hatásával foglalkozik ez a projekt. Hát én 750 kisebb beavatkozást írtam, de volt már 740, 730, 750. Akkor ugye az egész projektnek az alapját a civileknek az összefogása határozta meg. Létrehoztak árvízi akciócsoportokat, és az ő saját szemléletük alapján haladtak, hogy nem hagyták, hogy ugye egy nagyobb beruházás valósuljon, meg nem akarták egy tározót létrehozni, hanem inkább a természetes megoldások felé fordultak. Nagyon fontos még szerintem kiemelni Tisztátlónak a munkáját, kitartását, aki az ottani referens volt, aki nem sajnálta az idejét, és felkereste az érintett ingatlan és területtulajdonosokat, és velük személyesen egyeztetett, hogy miket engednek meg a területükön, és hogy mindent valóban a megfelelő megoldás. És fontos, igen, hogy itt kiemelni át az angoloknak a társadalmi felelősségvállalásukat, hogy például volt egy hölgy, aki az erdei területén végül is, ott engedett mindenféle ilyen gátakat, hát nem nevezni külön gátnak, mert nem volt ugye összerakva, ilyen kupacok voltak igazából, meg volt még egy másik helyszín, ahol végül is legközelebb volt talán így a lakott területhez, és ott is talán ilyen földcsáncok voltak kialakítva. De szóval, hogy mindenféle ellenszolgáltatás nélkül adták át a területeket. Hát akkor ezek a beavatkozások valósultak meg. A röngát építés, ugye vízmosás megkötés, ugye ez az érdességműveléssel, ez ugye a torlasz jelenti azt, amikor magában a hödelből beletették a különböző fatuskókat. Ugye itt hát a két erdőterület között az a különbség, hogy az egyik védett területen volt, ott ugye nem lehetett, vagy nem végeztek gépi fölmunkát, vagy semmi ilyen képesített dolog nem volt. A nem védett erdőterületen annyi volt, hogy ott össze voltak szegecselve, vagy nem tudom mi a, vagy nem nagy szegecsel össze voltak ezek a fatuskók erősítve. Vagy magassági földcsáncok voltak a területen, ezzel is a víz visszatartást segítették. Akkor hát itt a felső képen azt próbáltam, vagy az volt ennek a célja, hogy ugye mutatja ott a kis képen, hogy korábban ott volt a patakmedve, vagy a patak, és végig is a patakmedvet eltorlaszolták, és itt a füves területre, a legelőre, hogy nem tudom, mi volt itt a hasznosítási célja, ott okoztak ezzel vízborítást. Hát itt a másikon nem látszik sajnos a tegyítény, de ott terület. Hát ezek is már nagyjából mind elhangzottak, hogy előnyei ezek a kisköltségigény, hogy csökkentik az eróziót, komplex hasznosításúak, és a fenntartás, hogy nem minden esetben indokolt, hát ahol, tehát ahol nem is történt túl sok minden, ott nem, de talán ahol már ilyen szegecselt rönkök voltak, azokat félhetően csak fenn kell tartani, vagy legalábbis ellenőrizni, hogy megvan-e. Erre nem tudom, hogy volt-e információ, hogy hány évig kell fenntartani. Na. Szerintem ezzel is foglalkoztak. Na. És akkor hát szerintem tűnt a hátrányai viszont az, hogy ezek a röngátok depóniák, mert volt egy tó is kialakítva, vagy volt depóniát is alakítottak ki, amik
Tehát ezek véleményem szerint hamis biztonságérzetet nyújtanak. Ugye úgy mondjuk, hogy árvizet kezelnek, meg védekeznek, de ugye semmi méretezés nem volt, amit tehát nem tudom, mennyire komplexen vizsgálták ezt a projektet. Ugye a Chris Ackley, aki ott a helyreferens volt, ő azt mondta, hogy vízépítőmérnök nem is vett részt a projektben. Talán egy tájépítésznek mondanám, akiket ők ott felsoroltak, vagy hasonló, nem lebecsülve, csak nem vízépítéssel foglalkoztak. Mondjuk konkrétan műtárgyat nem is építettek, de és az élővíz továbbengedést pedig azért írtam, mert ahol a kacakmedvek eltömedékelik, vagy eltömítik és szép, ugye a vizet is szétoztatták például a legelőn, ott az alsó szakaszon nem jut tovább ugye a víz, hogy azzal ott foglalkoztak, vagy ahhoz is esetleg a terület tulajdonos hozzájárult. És hát igen, az engedélyezés, ami tényleg valóban mindenhol kérdéses volt. Ugye ez is elhangzott már, hogy ott egy szakértő, aki a területet ismerte, ő bírálta el, vagy nem tudom, hogy volt egy bírálat ezeknél a projekteknél. Tehát végül is ő véleményeztés, az ő segítségével történtek ezek a beavatkozások. Náluk ugye ez így nem annyira elképzelhető, bár a vízügyi hatóság, a legutóbbi hatósági bejáráson azt mondta, hogy aranyáltak nem lesznek vízügyi engedélyes létesítmények. Úgyhogy ennyi. Nehéz volt, hogy már mindent elmondtak. Köszönöm. Hatalmas segítség. Ez a kép maradt egy picit. Tehát nekünk hatalmas segítség volt, mert tudtuk, hogy a szakma készül a PPT-kkel képekkel, és azért is nem hoztuk, mert most tényleg vetítsünk egymásra. Egyébként nagyon jó, ilyen van számtalan a Szilágyi erdőn is. Tehát pontosan ugyanezt láttuk mi is, hogy az angolok úgymond könnyen voltak, és tényleg egy megyei hatóságnál, a szomszéd íróasztalnál mondták, és van 740, tehát még mikor azt kérdeztük, hogy mondták, hogy persze föl van tüntetve a 740, nem tudom, hogy felhúznak erre a patakra 20-at, erre a zárokra 30-at. Tehát nem volt olyan, és a monitoring rendszert is ugye kérdeztük, mert azért Püspök Szilágyon, ugye múltkor is tárgyaltuk, olyan angol driverek vannak azért jó műszereik lenne, ami 12 évig működik, és 10 percenként miért küldi az adatokat. Ők mondták, hogy nekik nincs ennyi pénz. Na most ők csináltak úgymond egy monitoring rendszert, úgy néz ki, hogy két vagy három vízmérce volt a folyón, meg egy-két patakon, meg egy meteorológiai állomás. És én tisztelem őket, és tapasztalatból mondom, hogy tuti, hogy mit tudom én, 40-60 mm-ig csökken, de a nagyvizeket, ők is mondták, a nagyvizet nyilván nem tudja megfogni. Biztos, hogy van hatása. De szerintem a mi célunk az, hogy ötvözni szeretnénk, és amit mondtam, hogy ők majdnem jó ez az angol észjárás, hogy 750 helyen avatkozik be, hogyha ezekkel a talaj, másfél méteres talajcsavarra rögzített röntgöket, amit mi is sokszor mondtuk meg a szakmai, hogy 20 méterrel odébb csodálatosan megállt volna egy szikla vagy egy nagyfa támasztásába. Az, hogy most egy 2-3 köbméteres röntgen beütnek 2-3 talajcsavart, hogyha olyan nagy víz jön, tudja, hogy ki fogja húzni és vinni fogja az egészet. De nincs nagy baj, mert nem még van egy csomó, tehát nem okoz árhullámot, nem okoz olyan nagy dolgot, viszont azt ők nagyon jól mondták, hogy ez biztos, hogy segítség, ilyen-olyan esőnél kicsi, amikor nem olyan a talajnak a borítása, száraz a talaj, beveszi a vizet, nem nedves, náluk is mondták, hogy pont karszton vannak, és pont olyan jellegű, amikor hirtelen jön a víz, hirtelen zár a talaj tetej, és a víz gyakorlatilag a földön csúszik, és pillanatok alatt jön, tehát azért mindenhol mások vannak, mint a szakma is mondja, ezek nagyon-nagyon fontos tényezők. Tehát voltak pozitívumok, volt, amit szakmailag erdészként én is mondtam, mert mondtam, hogy hát azt a fát nem így döntötte volna be. Hát laikus döntötte a fát, úgy sikerült neki. Hát onnan volt kézi csörlő, de hát azt nem nagyon tudták Isten igazából kezelni, hogy keresztre kellett volna fordítani. Tehát sok pozitív tapasztalat, mint az előző tanulmányutaknál is, Csehországban, Lengyelországban is, mindenhonnan elhozzuk. Nyilvánvaló a pluszt hozzuk el, amiből lehet meríteni. És Magyarországon is vannak már live-ok. Van 10 évvel ezelőtt is, mint ahogy most novemberben pont Strasbourgban, Franciaországban, Németországban lesz egy szakmai út, és reméljük, hogy onnan is tudunk hozni. Mi 2-3 héttel ezelőtt Kasson voltunk, és megkérném a kollégát,
Mészáros Krisztián urat, hogy a Kaszói Life-ról van egy PPT-je, készítse elő, és mondja el a kis előadását, hogy mit láttunk Kaszon. Hát én ugye Dőzsgyökeres erdész vagyok, és az erdőgazdaság Kaszon azt lehet mondani, hogy úttörő módon megpróbált bizonyos dolgokat hegyvidéken. Én nagyon örülnék, a 22 másik erdőgazdaság is számtalan helyen megpróbálná ezt. Mi láttunk Lengyelországban, Csehországban is megoldásokat, most minősíteni végképp nem akarok. Annyit még, hogy Angliában a tapasztalat, és Krisztián, ugye Püspök Szilágyon vízgyűjtő koordinátor, tényleg az volt a tapasztalat, kicsit nekem meglepő volt, elnézést, hogy mondom, hogy a nagy földtulajdonosok és erdőtulajdonosok igen idős hölgyek voltak, rendkívül aranyosak, nagyon jó szívűek, nagyon magas korúak. Hát majd meglátjuk, itt is kiderül a teljes birtok szerkezet, azért nem én, mert nem vagyok az a fantomasz. Krisztiánnak lesz a fő feladata, meg a Budai Zolinak, hogy amikor oda kerülünk a Logoszhoz és a későbbiek során, ők is nagyon sokat, jó, nekem van 40 éves tapasztalatom, helyismeretem, mind a 30 patakot ismerem majdnem méterbontásra, ha más nem, azért négy kézláb mászkáltam szarvas után bennük, hogy a gazdálkodókkal kezdjenek el beszélgetni, a civilekkel kezdjenek el beszélgetni, és a Life-nak ez egy hatalmas előnye. Kedi Vizignek megköszönve az előadást, hogy az állami szerveknek is vannak korlátai, főleg most egyre több korlát, viszont a Life alkalmazottakat is 4 évig enged, sőt, azt szereti legjobban finanszírozni. Tehát itt nem építésre, meg millió létesítményre van pénz, hanem a meggyőzésre és a bemutatásra. Az a Life, ami arra, az egy agrár Life, ennél egy gazdasági, ez egy klíma Life. Tehát bemutatni szeretnénk, főleg az, hogy mind, meg hogy lehet, és hogy lehet bevonni a lakosságot, tehát tájékoztatni, diszeminálni szeretnénk, és akkor megkérem Krisztiánt, hogy mutassa be ő, hogy hát mit láttunk a szóhoztán. Köszönöm a szót, és köszönöm a lehetőséget, hogy előadom, miről előadom, szervezés. Igen, mert én Mészáros Krisztián vagyok, ugye a vízgyűjtő koordinátor a Kispostály Községi Önkormányzatának. Én készültem egy PPT-vel, illetve kis puskával, amit tudtam tanulni. Ugye megszervezésre került az első hazai kapcsolatépítő terepre járás Kaszon, és erről szeretnék egy kis előadást tartani. Itt az első dián összegyűjtöttem a projektnek a fő adatait, a nevét, a projekt 5 év alatt valósult meg, 2013-ban indult, és 2018-ban fejeződött be. Ugye 1,3 millió euróból 75%-os uniós finanszírozással, aminek a neve pedig Enyes Éger és Magas Tőr is alkotta a ligeterdők helyreállítása és megőrzése Kaszó területén. A projekt területe közel 2100 hektáros volt, ami megvalósítása került a Büki víztározó, a balátható lefolyásához szabályozható átrez került beépítésre, az egyik tóban iszapkotrát zajlott, a tórendszer ugyan 2 tóba bővül, ezeket próbáltam ilyen madártávlati képekkel mutatni. Készült közel 26,5 km hosszúságon, mint egy 23 tenni küszöbb beépítése. A meglévő tavakból az iszapkotrásával, valamint tiltos átrez beépítésével tervezték a víz visszatartását. Ez hát valahogy látszunk fel. Itt fönt. Illetve itt, amit is amiben próbál átmászni, bár nem látszik meg. Kicsi a medel volt. Igen, medel volt. Kisebb, magasabb. Az is egy 15 km-es szakaszán készült beépítése. Itt ezen a képen pedig a projektnek a teljes képe, illetve a tervezése. A projektnek a fő célkitűzése a Kaszódi értékkezelésében lévő vizes élőhelyek a megőrzése, a talajvízszint csökkenésének megállítása, a folyamat visszafordítása, az erdő kisebb lápos, valamint a füves területek vízellátásának javítása volt, a lehulló csapadék megtartásával így stabilizálva a kedvező ökológia állapotát, és ennek a monitoring rendszerét láthatjuk a képeken. A monitoring az pedig az első képen itt láttam, most már működik, persze. Az első képen itt láthatjuk, hogy be vannak számolva a fák. Az erdőállomány egészségügyi felmérését a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ Elvészeti Tudományos Intézete végzi. A természet megőrzés tevékenységének hatásainak figyelembe kísérése, illetve a számszerűsítése érdekében 14 egyenként 100-100 mézgás égen egyedet tartalmazó mintavételi helyet jelöltek ki, ahol a fák egészségi állapotát évente két alkalommal vizsgálják. A projekt területén található égeres élőhelyeken 10 mintaparcának jelölését tervezték monitoring céljára. Kontrollterületeket is jelöltek ki, ahol a tervezett beavatkozások hatásától mentesen tudnak adatokat gyűjteni. Ezek szükségesek ahhoz, hogy a beavatkozások hatását és azokat függetlenül működő környezeti hatásokat egymástól el tudják választani. Ebből a célból a projekt által érintett területen kívül első 4 parcellán 2 égeres és 2 tölgyes állományban végeznek az a gyűjtést. A kocsányos tölgy által alkotott vagy az által dominált állományokban, mivel a fafaj jelentős szerepel bír a helyi erdőállományokban, különös figyelemmel kívánunk szentelni azoknak a határtermőhelyeknek, a kocsányos tölgyesek és az égeresek közötti tranzitusoknak, amelyek a tervezett beavatkozások hatására várható, megjelenő víztöblet következtében potenciálisan az égereknek fog kedvezni. A ideiglenes talajvízszint figyelő objektumokat is telepítettek. Ezek 5 méter mélyen vannak leásva, és ezek vannak parcellánként, illetve a 4 darab minta parcellában. Kihelyezésre került meteorológiai mérőállomások is, ezek mérnek hőmérsékletet, páratartalmat, csapadék mennyiséget és halmazállapotot, szélsebességet, légnyomást, szóval egész komplex mérőállomás van. A következő dián. Igen, itt pedig a életképet látható a lejárása. Itt látható. Felső képen a rendezvény Galamb Gábor, a Kasszó ZRT vezérigazgatója nyitotta meg számunkra, majd dr. Számodor Róza főosztályvezető azt, hogy köszöntötte a résztvevőket a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkárságának képviseletében. Majd utána a Kasszó Lehet projekt bemutatására Horváth László, pont az ő előadását látjuk a képen, tartott nekünk egy kis előadást maga a Lehetről, a projektről, illetve utána ő vezette számunkra a túrát is. A túra az 5 kilométeres vezetett gyalogtúra során megtekintettük a projekt beavatkozási területeket, illetve ide próbáltam felsorolni a szervezeteket, akik delegáltak személyzetet, szakembereket, és egy látszik azért a képen is, hogy milyen sok szervezet, hála Istennek, és hogy milyen sokan tudtak részt venni, illetve delegálni ember. Azáltal nagyon jó diskurzusokat, illetve nagyon sok vitát tudtunk megbeszélni. Akár a ott látottakról, akár a logoszról, vagy egyéb magán problémákat is akár megbeszélni. Ha már van miért, akkor azért érdemes részt venni az ilyen kapcsolatépítő tényeket. Így pedig, mivel próbálok gyors is lenni, mert mondták, hogy már véges a menetrend is lesz. Készültem egy mitatos nemzetközi tanulmányt akkor is képekkel. Ezt már egy kicsit próbálom átvezetni a bővülésre a szót, illetve a légkört. Itt ezen a két képen Angliából hoztam képeket. Itt egy dunga gátrendszer lehet látni, itt is, illetve itt is munka közben, vagy épp például már itt van. Illetve itt a monitoringja, ez egy diver, amit ilyen utakba tesznek bele. Ez általában mér nyomást, vízszintet, hőmérsékletet, hasonlóan kihelyezni egy szilárdon is, lent a tónán. Illetve hoztam Csehországból egy vízmegtartás céljából művelésből kivon mély területet, amit ugye a gazda észrevette, hogy nincs alacsonyabb talajvíz, és ezért úgy döntött, hogy kivon egy minimális területet, amit vízmegtartásra kiépített. Ezek úgy gondolom nagyon jó példát lehetnek akár itt Magyarországon is, és ezért próbáltam itt előadni. Itt pedig hoztam egy közmondást, ami úgy gondolom, illetve egy idézetet, ami nagyon hasznos, illetve nagyon jó, ezt nem tudtam kihagyni. A legalkalmasabb időpont egy fal ültetésére 20 évvel ezelőtt volt,
a második legalkalmasabb időpont pedig most van. Ez szerintem abszolút igaz, szóval ez nagyon jó szemlélet. Illetve Abraham Lincoln mondta egy idézetet, a jelen olyan, mint a fa, a hírnév pedig, mint az árnyéka. Az árnyéka gondolunk, pedig a fa a lényeg. Ez pedig egy nagyon elgondolkodható, egy kicsit mélyebb idézet. Itt a PPT-nél kikerülésre fog kerülni, ezért a projektes, hogyha valakit érdekelt esetleg egy kicsit bővebben, akkor utána tud nézni, én el is adott öngésztem, nagyon sok minden adat fönn van szinte. Amit a projektről érdemes tudni, illetve a logoszos, a honlap, illetve az elérhetőségem. A fotókat köszönöm Fenek Zoltánnak a Tóviestől, még egy 3 perces videót is betettem, amit készített, nem tudom azt. Nyugodtan. Menjünk? Persze, filmet szeretjük. Ez a passzói. Passzói. Ezen hangos. Itt látható. Ez föntről a tavak, igen. Tórendszer. Ez egy gyönyörű rendezvényközpont. Itt van a tiltógát. Itt látszik azért az asszálynak a hatása, hogy itt sem marad sok víz sajnos. Szene Zoltán úr készítette ki a Lidrót Kaszom, az OVR képviseltőben. Dologról nem jön. Egészségi állapotát nézni, ahol visszatartották a vizet, hogy kevésbé lépve a tölgyesekbe a száradás, sőt az égerekbe és a betegségek, és az évgyűrű számlálásnál látszik, hogy ugye vannak a vízhez közel és a vízhez távolabbi területek, illetve ahol nem volt vízvisszatartás, az is látszik, hogy a növedék azért a víznél visszatartott helyeknél az égernek több. Ugye ezek nagyon szép kocsányos tölgy és égerállományok. Ezek a tavak körülbelül 3-4-szer ennyi víz szokott bennük lenni, de hát ugye a mostani asszály azért az látszik. Tehát itt, ahol a Krisztián Húza, ott mind víz szokott állni, de most ennyi vízük van össze-vissza. Viszont ez is a csőkutak, 45 csőkutjuk van, tehát a csőkutakban látható, hogy a talajvízszint a víztározók mellett sokkal jobban megmaradt, bár ott is csökkent, a távolabbi helyeken viszont sokkal lejjebb ment. Ezekben a csőkutakban havonta nézik a vízszintet, és ebből is már egy komoly monitoring rendszert tudnak üzemeltetni a meteorológiai adatokkal együtt. Ezt csak mind erdészként tettem hozzá, mert ugye kíváncsiak voltunk, és az ember nem mindig érti meg, hogy hol is van a jelentőség, a gyakorlatban hol látható az, hogy... 960 méter tanúsvény is kialakításra került. Köszönjük Krisztiánnak és Szenek úrnak is, és hát most jön a csúcsok csúcsa. Nem akarom bántani, a kedves kolléganőknek is nevezhetjük, Kerpei Klárát,
a WWF Magyarországnak, ennek a projektnek, a WWF Magyarországnak a projektvezetője, és egy picit be fog minket vezetni, nem is picit, hogy ezeket a vízmegtartásra alkalmas területeket hogy lehet beazonosítani az elméletben, és mi ennek a módja gyakorlatban. Tehát akkor Kerpei Klára előadása fog következni, amíg felüzemelteti a laptopot. Hát Klárival már a Micacba is végig dolgoztunk, a Logoszba is, és a WWF Magyarország nagyon sokat segít a szakmai, főleg a szakmai oldalról. Ugye a legnagyobb civil szervezet Magyarországon, de Európában is rangos, és hosszú tapasztalat több LIFE projektnél, a vízmegtartásnál, a klímavédelemnél. Nagyon sokat jelentett nekünk a LIFE projektekben az, hogy velünk volt a WWF, a belügyminisztérium, itt már közben felvetődött a KTS, és aki nem látta a felsorolásba, hogy innen a vízgyűjtőről is 4-5 település is ott volt Kaszon, és hát a többi tanulmányutakra is csak azt tudom mondani a polgármester kollégáknak, hogy akinek csak lehetősége van, képviseltesse magát. Képviselje elsősorban a falut, hogyha nem tud a polgármester, esetleg alpolgármester vagy képviselővel is, mert bármilyen tanulmányi útról én azt tudom mondani, hogy mindenki mindig jól megtelt tarisznyával tudott jönni. Tehát mindig találunk olyat és látunk olyat, amit otthon hasznosítani tudunk. Illetve nagyon jó, hogy a képviselőtestületnek meg a falunak is átadható, hiszen szinte nincs olyan probléma, ami előbb-utóbb nem talál meg minket, és csak szerencsé, hogyha nem talál meg. És nagyon nagy előny, hogyha az ember már látott olyat, tapasztalt olyat, főleg azt látta, hogy hogy lehet forradalomban technikai segítség esetleg. A fához értek nagyon, de a számítógépekhez annyira nem. Szívesen. Hát nagyon szépen köszönöm polgármester úrnak ezt a kedves felkonferálást, hogy a csúcsok csúcsaként megpróbálok egy rövid bevezető előadást tartani az ezt követő foglalponthoz, amit én már nagyon várok, és remélem, hogy ez jelenlegi amikor ugye majd kisebb csoporthoz dolgoztunk, és megpróbálunk konkrétan arról beszélni, hogy itt ezen a területen hol lehetne beavatkozni, tenni valamit a víz megtartása érdekében. Igen, itt ugye sok minden elhangzott már a tanulmányutak kapcsán is, illetve a lefolyás modellezési előadásban, úgyhogy ez leginkább egy ilyen rendszerező előadás, meg egy picit ilyen leegyszerűsítő előadás tulajdonképpen, mivel én is leginkább a gyakorlati tapasztalatokból indulok ki, tehát nem a PhD-met készítem ebből az anyagból. Tehát itt tulajdonképpen ugye azt szeretnénk, hogy a viszonylag gyakori villámán ezeket meg tudjuk valahogy előzni. Nyilván ennek vannak szürke infrastruktúrális megoldásai is. Aki arra tud pénzt szerezni, az örömmel ezt felhasználja. Aki persze nem tud, és sajnos ez a gyakoribb, hát nekik áll ez, vagy hát nekünk, ahogy tetszik, áll rendelkezésünkre az, hogy a felső vízgyűjtő sokkal kisebb erőforrással kezdjünk el megoldásokat keresni. És nem mellesleg ennek az is az előnye, hogy nem csak a villámárvíz megelőzését segíti, hanem a táj, a szájérzékenységét is csökkenti azáltal, hogy az időszakos víztöbletet, az árvizek víztöbletét visszatartja, beszivárogtatja a talajba, a növényzetet táplálja vele. És egyébként ami az angoloknál még gyakran felmerül, hogy a vízminőség javítása is nálunk egy fontos cél. Egyébként ezt a vízkeret irányelv előírja minden uniós tagállamnak. Tehát ez nálunk is egy cél kell, hogy legyen. Igen. Hát ide két képet hoztam, egy ilyen sarkított ábrázolását az iparszerűen használt vízgyűjtő területeknek, ugye
lefolyás nagyon gyorsan a völgyben végződik, és ugye nem csak tiszta víz, hanem a savat is hozza magával, majd ott a szépen kitisztított mederben pillanatok alatt a településre befut. És hát akkor ehhez képest a természetes, természetközeli vagy a rehabilitáción átesett vízgyűjtő területen, amennyiben ezeket a természetközeli megoldásokat használjuk, akkor például bevédzett telepítéssel, mélyedések, árkok kialakításával, a patakmedel visszakanyarulásával lehet közelíteni a vízgyűjtőnek a működését a természeteshez, ami egy sokkal nagyobb kapacitással, egy sokkal lassabb, csillapítottabb lefolyással működik, és ilyen formán kevesebb víztárt okoz. Most keresünk ugye az alkalmas területet, hát mit nevezünk alkalmasnak? Mi gondolkodtunk, hogy kollégámmal Farkas Mátyást is többen ismerik. Nyilván egyrészt van egy földrajzi alkalmasság, de a műszaki alkalmasság ugyanilyen fontos, és hát a jogi szabályozási tulajdonosi környezet, azt gondolom, hogy itt senkinek nem kell bemutatni, ez gyakran felülírja az első kettőt. Földrajzi alkalmasság szempontjából ugye egyrészt a település feletti területen, a már sokszor említett felső vízgyűjtőn, vannak ugye ezek a vízmosások, eróziós árkok, ahol a legtöbb víz leggyorsabban le, de ugyanakkor vannak például ezen a képen egy szántón is látható lefolyási útvonalak, amik kevésbé meredekek, de ugyanakkor ott is, különösen amikor vagy naplaforgó van, vagy ugye a kapás növények nem nagyon tartják a talajt, vagy éppen fedetlen már egy őszi időszakban, akkor nagyon gyorsan és nagyon sok iszappal felvértezve érkezik a vízgyűjtőre, és hát nyilván az állandó vízfolyások mentén is érdemes gondolkodni. Az alsó vízgyűjtőn, tehát akár a település alatt, a település mellett is lehetnek olyan területek, amik alkalmasak a víz visszatartására, vagy a víz oda vezetésére is ott ártalmatlanul megtartása, beszivárogtatása, hasznosulni hagyásra. Ilyen lehet például egy patak egykori ártere. Ugye itt Püspök Szilágy alatt a Váckis-Újfalu és Szilágy közti rész az egy ilyen patak ártér. De más gyepes legelők, rétek is alkalmasak arra, hogy oda kiléptessük a vizet, és ott akár egy-két nap alatt elszivárogjon. Ez a fűhozamot csak javítja. Holtágakba, volt medrekbe, falültetvényekbe, vagy akár gyümölcsösökbe hasonlóképpen ki lehet vezetni. Az ilyen rövid elöntést ezek nagyon jól tűrik, vagy kedvelik is. És hát akkor, hogy ugye milyen beavatkozások lehetnek, hát erről is már hallottunk ma is, megpróbáltam rendszerezni, de egyébként itt a teremben nagyon sok szakember ül, vízügyi szakember, akiknek a közreműködését Angliában hiányoltuk, de itt nem hiányoznak, tehát majd a következő feladatnál, hogy mondjam, tehát amikor az ötleteket gyűjtjük, illetve amikor majd egy következő ülésen meg a kettő között értékeljük, akkor természetesen az ő munkáikra is nagyon számítunk. Tehát minden esetre a vízmosás kötés az egy ilyen ismert fogalom, ezt lehet kővel, fával, különböző anyagokkal végezni, és önnekében az eróziót meg tudja gátolni. Szóval Dongagát, amit Krisztián is megmutatott nekünk, illetve a különböző földsáncok, amik tulajdonképpen ilyen mikrotározóként, zöld tározóként működnek. Itt most van rajta víz, jobban látszik az egyébként ilyen magas földsánc, ami szándékosan nem látszik, amikor nincs benne víz, az keresztül művelhető, átjárható az állatok, a gépek számára. És hát beszivárogtató medencéket is természetesen létre lehet hozni a víz útját, ahol felismertük, hogy erre szokott lefolyni, ott egy kis sánca ilyesmivel ki tudjuk ezt alakítani. Most, hogyha állandó vízfolyásra térünk rá, tehát ugye egy patak, gondoljuk, hogy itt folyik a legtöbb víz, ott is tudunk lassítani a lefolyáson. Itt ilyen esetben nagyon
az átjárhatóságot meg kell nézni. Ez a vízkeret irányelvnek is egy előírása, illetve egyszerűen az ökológiai egészsége szempontjából a vízfolyásnak nagyon fontos, hogy az élőlények, nem csak a halak, kisebb-nagyobb élőlények át tudjanak járni. Tehát a legjobb, hogyha a kis vízhozam az át tud ezen a akadályon folyni. Hát ez is egy angol példa, itt nem annyira jól látszanak ezek a fotók, de hát ez a csak úgy elhelyezett nagy farang. Aztán ugye lehet ennél komolyabb rönggátokat is építeni, ez Püspökszilágyban van a másik fotó. Ilyeneket láttunk például a lengyeleknél egy korábbi látogatás alkalmával. És amennyiben ezeket az akadályokat úgy tudjuk elhelyezni, vagy olyan pici az a vízfolyás, akkor ezek az árvizek, vagy ezek a nagy csapadékok ki tudnak lépni a mederből olyan helyen, ahol nem okoznak kárt, amit említettem, erdőben, gyepes területen. De mindenképpen a település fölött van ennek értelme, tehát ott lépjen ki, ahol még nem a település fenyegeti. Ha a településen lép ki a mederből, azt nyilván senki sem szeretné. És hát ugye mind a két helyen van, hogy a fásítás, a növényzettelepítés, a sövénytelepítés, a sövény, de ugye az a jó, hogy annak a tövénél is nagyon sűrű, tehát megfogja az eróziót. Ez mindenhol játszik. Tehát igazából ilyenbe is lehet gondolkodni, itt a mi projektünkben is, hogy lehet, hogy nem is kell semmit építeni, hanem növényzetet kell telepíteni, és az fogja egy kicsit lelassítani azt a vízfolyást, vagy egy kicsit visszafogni azt a sávolinát. Aztán amennyiben a patakmeder kanyarmosítására találunk helyet, akkor az is egy jó lefolyás lassító megoldás. Ugye nem véletlen, hogy amikor a lefolyás lassítására törekszünk, akkor a patakmedret kiegyenesítjük, érdességmentesítjük, kimélyítjük. Amikor viszont lassítani szeretnék, akkor ennek az ellenkezőjét akarjuk csinálni, tehát akkor lassítjuk, növényzetet telepítünk bele, akadályokat helyezünk el, az egész rendszernek az érdességét növeljük, ezzel a lefolyást lassítjuk a védett értékek fölött, hogy minél lassabban, minél később, minél laposabban érkezzen az áthullám oda. És hát természetesen oldaltávozókat is lehet létrehozni, hogyha erre van megfelelő terület. Oda mindenképpen úgy kell kiléptetni a vizet, hogy a már említett átjárhatóságot ez ne akadályozza, és azért fel is tettem ide, hogy amit nem keresünk, az a völgyzárógátas tározó, völgyzárógátas halastó, azt nem ebből a projektből nem lehet semmiképpen se megvalósítani, ez tulajdonképpen a pataknak az élő világát gyakorlatilag tönkre vágná, ha ilyen alakulna, nyilván a beruházási összeg is jóval nagyobb. És akkor, hogy mi ott szoktunk helyszínt keresni Budapesten, amikor ülünk a mi irodánkban, rengeteg olyan online térképes adatbázis van, ahol területi adatokat tudunk megvizsgálni, akkor is, ha nem ismerik azt a vízgyűjtőt. Nyilván itt a helyi tudás, akik ismerik a vízgyűjtőt, az erre rájön, vagy az adott esetben felülírja ezeket. Tehát például a Google Earth, vagy bármilyen más légi felvétel, a Lehner Tudás Központtal ezek például megvásárolhatók, illetve a 10 évvel korábbi, 10 évnél idősebb felvételek, azok már ingyenesen megkérhetők. Ezek egyébként jobb felbontásúak, mint a Google. Illetve ezek a légi fotók, ezek összenézhetők a történeti térképekkel. Tehát amit mindig szoktunk nézni, azok a 150-180 évvel ezelőtti, vagy akár 200 évvel ezelőtti térképek, amiket nagyon szépen látszik az, hogy hol voltak vízjárta területek. Most itt például Nagy Ecsed példája van, ami az Ecsedvilág mellett fekszik. A mostani térképen nincs már láb, ezt lecsapolták, felszántották, más hasznosítása van ennek a területnek, de hát a történeti térképen itt két színnel szépen ki van rajzolva, hogy meg ide rá is van írva, hogy ez az Ecsedi láb területe. És hát ugyanez egyébként dombvidéki területen is megfigyelhető, majd mindjárt arra is mutatok egy példát. És akkor ez ott kezdődik, ez a példa, amit most szeretném megmutatni, ez a Püspökszilárd fölötti vízgyűjtő egyébként, hogy ugye látjuk, hogy van egy probléma. Sárlabonák vannak lefolyása a fedetlenül
szépen kirajzolt a növényzet azokat a lefolyású útvonalakat, amik nem vízfolyások, hanem ezek az átkok a szántón, az jelenzimus nyomvonalak, vagy ha úgy tetszik, időszakos vízfolyások, és itt folynak szépen össze az oldalára, vagy pedig bele a Szilágyi patakba, és erre már rá van vetítve a helyrajzi számos térkép is, hogy megnézzük, hogy hol lehetne esetleg beavatkozni. És ugye itt látszik egy vízmosás, ez külön helyrajzi számon van, ugye nem véletlenül, nem mindenhol ilyen jó a földnyilvántartás, de ez pont ki van mérve külön. Itt például lehet egy ilyen öngátat elhelyezni, vagy akár egy komolyabb mikrotározót létrehozni. Fölötte van ugye az erúziós barázda, ez hosszan elnyúlik itt a szántó terület közepén, ott jó lenne az érdességnövelés felé menni, például sövényt telepíteni keresztbe, befásítani azt a fél hektáros területet, hogy ne erodálja tovább ezt a részt, mert az csak viszi le továbbra is, ugye a talajt tölt fel a patakot iszokkal. És akkor itt még följebb lépve pedig lehet további olyan cserjesávokba gondolkodni, ami például mezőgazdasági utak mentén is telepíthető, vagy meg lehet ugye keresni, hogy kié lehet ez a kicsi földterület, hát ha lehet vele beszélni. Igen, itt ugye hogyan gondolkodtunk, tehát ez a légifotó önmagában, itt már említett lefolyási erózziós vonalak szépen kirajzolódnak. És akkor megnéztük a 18. század végén a katonai felmérést. Azon is ugyanez látszik, hogy itt van az oldalág, és itt vannak ezek a lefolyási útvonalak. Ezeket már akkor is berajzolták, hogy ezek időszakos vízfolyások. Ugye sok esetben ezt már mostanra elfelejtettük. Beépült, ugye más hasznosítása van, de amikor valahol például megjelenik a víz, akkor nagyon érdemes megnézni, hogy ez nem lehet-e, hogy azért van ott, mert földrajzilag ott a helye, a természet oda szánta, tehát 200 éve is ott volt, csak azóta megpróbáltuk a másmilyen hasznosítást, és nem mindenhol sikerült, van, ahol sikerült. És akkor utána tovább vizsgálva ugye ezt a területet, akkor berajzoltuk szépen ezeket a lefolyási útvonalakat, ennek itt van berajzolva egy kis mikrovízgyűjtője, és a sárgával a megvalósult öngátak látszanak. Úgy az szinten pedig néhány további ötlet, ugye, hogy hova lehetne még elhelyezni ahhoz, hogy megszakítsuk ezt a lefolyást, minél följebb a vízgyűjtő területen. Igen, és akkor a műszaki alkalmasság, ahol sokkal kevesebbet tudok mondani, ehhez mindenképpen a tervező mérnökökre van szükség. De alapvetően ugye arról van szó, hogyha nekünk már megvannak ezek az ötleteink, hogy hova kellene, vagy lehetne egy földrajzi szemléletünk szerint elhelyezni ezeket az akadályokat, akkor azt megvizsgálják, hogy műszakilag az oda tehető-e, az jó helyen van-e, hogy biztonságosan elhelyezhető-e, egyáltalán megközelíthető-e, mondjuk olyan eszközzel, géppel, amivel ez ott létrehozható. És hogy például milyen karbantartási igénye lehet. Aztán adott esetben kérdés lehet, hogy lehet-e felszíni vizet oda kormányozni, hogyha abban gondolkodnánk, hogy milyen szép lenne egy állandó vízfelület. Ez nem mindig hozható létre, tehát vagy van többlet felszíni víz elérhető, vagy nincs, de a csapadékot akkor is érdemes visszatartani, hogyha ebből nem lesz egy jó lépítő. Egyébként az Alföldön, Kuzsán például szürke vizet, tehát tisztított szennyvizet tartottunk vissza egy kis belterületi tóban, illetve az Ivovíz tisztító programnak a mellékvizét, és az is elég sikeres volt tulajdonképpen, ott más vizet nem is találtunk. És akkor a jogi szabályozási tulajdonosi háttérrel kapcsolatban mi az egyközmű portálon szoktuk először megnézni a helyrajzi számokat, azt nagyon jól lehet ugye keresni, megmutatjuk a telephatárokat, bárki belép ingyenesen használhatja, és aztán az, hogy ki ír a helyrajzi számát, azt ugye a földhivatalnál mi pénzért tudjuk megnézni az önkormányzatoknak a
keresni, és adott esetben ugye ez is a döntést nyilván befolyásolja. További térképes rendszerek, amiket mi használunk, az egyrészt a környezetvédelmi információs rendszer, ez is egy ilyen nézegető, ingyenesen használható rendszer. Itt az összes védettséget föl lehet listázni, hogy az NAFTA 2000-e, hogy a Nemzeti Ökológiai Hálózat, esetleg Nemzeti Park, bármilyen egyéb védettség alatt van-e, illetve szintén a telephatárok rátehetők, és akkor, hogyha azt látjuk, hogy valamilyen védettsége van, nem kell kétségbe esni, egyeztetni kell ebben az esetben a Nemzeti Park igazgatósággal, a vízvisszatartást jellemzően támogatni szokták. Nyilván a már említett ökológiai átjárhatóság figyelembevételére. Illetve az erdőtérképet szoktuk még megnézni, az annyiban segít nekünk, hogy azt, hogy például milyen tulajdonosi háttere van egy területnek, azt megmutatja csak olyan szinten, hogy magánönkormányzat vagy állami, illetve hogy mi a rendeltetése egy erdőnek, hogy ez gazdasági, védelmi, vagy jóléti, esetleg más rendeltetésű. És amire még szeretném felhívni a figyelmet még egyszer, ezek a mezőgazdasági utak, ezek sokszor szét vannak már szántva, nem látszanak a területen, de a tulajdonosi lapon látszik, és többnyire önkormányzati tulajdonban is vannak ezek. Tehát azok kínálkoznak beavatkozási lehetőségként, főleg, hogy sokszor ugye pont a lejtőiránya merülegesen, vagy hát hogy mondjam, tehát vízszintesen mennek az utak, kiválóan lehetne cserjel sort telepíteni. Én tudom, hogy ez egyébként sok helyen gazdálkodó ellenállásból ütközhet. Ugyanakkor hát a jog az tulajdonképpen mégiscsak a tulajdonos oldalán áll ebben az esetben is, ahogy máskor is. Illetve a sok esetben ezek 12-14 méter széles területen kimérve, ahol mondjuk 4 méter az út, tehát a többi területen még lehet gondolkodni. És hát záró gondolatként, ugye amit már említettem, hogy ezt mi előzetesen így szoktunk az asztalnál, a videóasztalnál leválogatni, hogy mégis mely területeket érdemes vajon megnézni, de sokkal fontosabb az, hogy itt ti ismeritek azokat a területeket, ahol egyrészt a problémák előfordulnak, azokat a vízfolyásokat, amik ezekhez a problémás területekhez vezetnek, akár azokat a tulajdonosokat, akik azoknak a területeknek a használói vagy gazdái. És hát a területileg illetékes szakigazgatási szerveknél is nagyon sok információ és adat áll rendelkezésre, ezért is nagyon örülünk, hogy elfogadták a meghívást és részt vesznek ennek a WIF-nek a munkájában, hogy így közösen tudjuk ezeket a területeket kiválogatni. Úgyhogy reméljük, hogy egy ilyen haladócsony állapot lesz, nem csak itt ezen a vízügyén, hanem így országszerte. És akkor én most átadnám itt a szót Andrisnak, aki a következő szeánszot, vagy szekciót fogja vezetni a kollégájával közösen.